Annak üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő Seven Days to Die-jal. És úgy gondoltam, hogy nekiálltam egy kicsit craftolni, addig, amíg ment az éjszaka, meg igazából el sem indítottam a videót, mert gondoltam, ha nem történik semmi, akkor igazából miért mondjon az a videó, ezt szétszedjük. Egy-két dolgot akartam itt még csinálni, és közben elrendezzük a tárgyainkat, viszont na, ami így eszembe jutott, hogy meg kellene csinálni, például az, hogy legyen nekem ilyenem. Szétszedünk különböző dolgokat, és még ráadásul igen, új szerszámokat csináljunk. Kicsit rendezzük el a dolgokat olyan szempontból, hogy legyen kéznél minden. A másik dolog, amit még szeretnék csinálni, hogy ebbe a részbe lootolni szeretnék. El akarok menni most már abba a bányába, vagyis nem tudom, hogy bánya-e, az a lezárt, tudjátok, az a lezárt árnához. Azt megnézzük, meg még elmegyünk a városba is, amit lehet, hogy meg kéne, hogy nagyjából jelölnem igazából, hogy valamerre erre található. Már csak azért, mert akkor esetleg találok szerszámokat, ruhákat, ilyesmiket, amikre ugye szükségem lehet. Közben meg ugye szedünk mindenféle alkotó elemet. Még ezek kívül ugye ezt fogom csinálni. Na, igazából egy-két kaját bekapok reggelig. Igaz, hogy a lyukkát azt így nem így kéne ennem, de hát igazán nincsen más kajám most jelenleg. Ja, meg ugye a benzinkút tetején is ott hagytunk egy-két cuccot, azt is el kéne hozni magunkkal. Meg akkor ugye ez a negyedik nap, de hát akkor még van vissza kettő napunk bőven. Az alatt meg tudjuk csinálni ezt a belső bázist, a külső bázis ugye egyszer van. És akkor biztos ellen tudunk állni az első rohamnak, remélhetőleg. Nagyon bánom egyébként, hogy nem csináltam egy bányát, legalábbis ugye, hogy megfogadtam ezt a föld alá nem menekülünk dolgot, viszont éjszakára lehet, hogy egy bányát fogok csinálni majd a közelbe, és ott fogok ténykedni. Ezt úgy akarom megoldani, hogy nem ide bentről lesz a bejárat, hanem kintről, hogy egy kicsit azért bonyolítsuk a dolgot. Tényleg ez a mondhatjuk úgy, hogy a saját magunk szivatása. És ezt tényleg azért akarom csinálni így, hogy ne legyen olyan egyszerű, tényleg a maga a játék. Jó, közben ugye majd gyűjtögetni fogunk. Ezt szerintem szétszedem, és akkor csinálunk egy íjat. Egy újat íjat, ugye? Fai készít, meg nem csak most már még nem tudok mindent. Jó, oké, ezt hagyjuk. Szétszedjük. Ez készítés. Meg amire még szükségem lenne, az ugye kőbalta, esetleg még egy kőbalta. Készít, jó. Meg esetleg majd még egy kőásó, de ez egyelőre talán annyira nem fontos. Oké. Az íjunk itt van. Akkor itt van még egy kőbaltánk, és akkor gyakorlatilag elég jól fel vagyunk szerelve. Jó van, gyerekek. Ugye építkezéshez feltétlenül mennie kell, annak mindenképpen. De úgy gondoltam, hogy ma egy kis lootolási témát fogunk alkalmazni. Nagyon szuper. Ezt a részt ugye, ezt a falat, ezt egyelőre hagyom, nem húzom magasabbra, hanem azt csinálom, hogy csak egy belső, ugye a toronynak az alapját elkezdjük csinálni, és akkor ugye a torony az fel fog menni, viszont ugye ezt a belső részt, ezt tudom használni egy ilyen pánik szobának is, értitek, hogy itt gyakorlatilag ki tudok nézni, hogyha esetleg betörnek, akkor bemegyek a pánik szobába, és akkor onnan megint ugye tudom őket lövöldözni kifele. Addig ugye pánik szobának nevezem, amíg ugye nem lesz torony, mert ugye egyébként egy tornyot akarok csinálni. De ezt lehet, hogy meg is hagyom így, mint valami udvar részt addig, és akkor a tornyot fogom teljesen bővíteni. Na, ezeket terveztem. Na, szomjasak is vagyunk, jó, pontunk nincsen. Igen, és szintet kéne majd lépni, ugye? Itt jó, ez itt lehet itt külön, ugye? Igen, és a bányászat és az építőipari szerszámok erre kellett volna raknom ezelőtt. Ez mi? Ja, meg lehet nézni, aha. Jó, oké. Hát egy kicsit mehetne gyorsabban is az idő. Nagyon nem akarok kifutkozni, azért elég jó bírom már, mint eddig, nem haltam meg ebbe a játékba. Ezt így próbálom ezt megtartani, ezt a jó szokásomat. Együnk. Ecset, ugye ecsetet is lehet csinálni, és most már lehet festeni a bázist, ezt mindenképpen fogok festegetni.
És akkor az lesz, hogy ide telepíteni fogok egy kertet. Most azt csinálom, hogy rengeteg lyukkát fogok szedni, és a lyukkamagokat fogok csinálni, és azokat el fogom ültetni itt kint. Csinálom kettő ilyen kertet, gyakorlatilag egy ilyen nagyon egyszerű kis kerítéssel, semmi extra, hanem tényleg egy ilyen léckerítéssel körbevesszük. Hát emelkedett az kitartás és életerő, mert nagyon jó ez. Oké, okay, és akkor mehet is a lyuk ital készítés megint csak. Négy üvegem van összesen, úgyhogy nem is baj. Tényleg jó, hogyha megyünk lootolni, mert kellenek a dolgok. Ez a lyuk, ez meg jön ide. Jó, ezeket magammal viszem, úgyis közben craftolgatok, ugye ezeket úgyis gyűjtögetem. Úgyhogy kelleni fog. Oké. Okay. 2.46, mindjárt kell a nap, és akkor egyből megyünk, mint az őrültek. Útbelső tárgyakat összeszedjük, most nem a bányászat, meg nem a gyűjtögetés lesz, hanem ugye a lootolás lesz az elsődleges dolog. Ezt még meg akartam nézni, hogy... Elvileg... Hol volt ez a izé? Itt van ez a krá... Itt van ez a lyuk. Hát, hogy azt jelölöm meg inkább. És akkor oda megyünk. Menjünk, siessünk már, hogy menjen az idő. Alig várom, mehessek már. Remélem, jó ez a megoldás. kíváncsi vagyok, mit írtok erre, hogy mennyire lesz jó ez a design. Annyival lehet problémám ugye, hogy a különböző lövő zombik, esetleg ugye a rendőr zombi, ami fel is robban később, azok tehetnek nagyobb kárt a bázisba. Ugye sokkal nehezebb lesz, mint föld alatt, mert nem mit tudom, 50 méter föld fog elválasztani a zombiktól, hanem csak gyakorlatilag egy fal. Oké, lassan. Szerintem, komolyan mondom, én lehet, hogy lassan meg is indulok, mert már nem bírok magammal. Lehet, hogy itt ezt felupgrade-elhetném, nem? Másra nagyon nem kell a fa, akkor upgrade-elgessünk. Eddig tartott a fa, mi jó, hát akkor ne upgrade-elgessünk. Annyira mehetnékem van ilyenkor már. Huszonöt gyerekek, az a baj, hogyha észrevesznek, akkor lesz a baj. Ja, meg izét is kellene, ugye, fáklyákhoz. De mondjuk fáklyákat kéne lopnom. Azon filóztam, ugye. A világító berendezéseket valószínűleg lopni fogok. Ugye, lopakodva mész, akkor az azért nagyon hasznos. Hogyha kiszúr valaki, akkor egyből észreveszed. Ugye ez az ikon középen megváltozik, gondolom azt, hogy vágjátok. Ez itt jól látom, hogy ez... Agyag. Agyag kell. Egészig, 4 óráig bányászok. Tudom a hangokra mennyire érzékenyek. Kicsit parás. Jó, agyag az kell. És utána kell akkor még kő. Jó reggel van, mehetünk is. Na, nézzek, hogy... van 500 agyagom, nagyon jó. Ez fejlődött ugye ez a szerszám, látok. Jó, és akkor megyek egyből oda ugye a tárnához. Közben gyűjtögessünk főleg lyukkát. Én akarok lyukkát és aloét, és mert ezt akarok ugye termelni. Könnyen kiszúrhatóak.
Mondjuk a Jukkának a textúrája az megváltozott, sokkal élénkebb zöld volt régen, ugye most már ilyen nagyon fakó. Kő. Á, nem bírom ki, figyeljetek, ha már egyszer. Itt vagyok. És ott is van a távolban valami nagy épület. Nem tudom, templom vagy mi lehet az, de mondjuk a tornyok túl távol vannak egymástól. Lyukkából magot fogok majd készíteni. Jó, menjünk, közben megyek. Igazából van ez a bánya, ugye? Ezt felhasználhatnám saját magamnak bányának, arra is gondoltam. Csak igazából túl távol van, érted? Az lenne jó, hogyha éjszaka tudnék bányászni, de nem akarom megszegni azt a szabályt, amit ugye magamnak így felállítottam, hogy föld alá nem menekülünk, mert akkor ennyi erővel, hogyha bemegyek bányászni, akkor olyan is, mint, olyan lehet, mint hogyha föld alá menekültem volna. Itt volt egy zombi. Itt nyomja a poppot. Na, hol van a izénk? Aha, itt. Kicsit fáradunk. Hoppá. Gyűjtögessünk gyorsan. Van egy csomó tojásunk, még mindig nem csináltam kaját, pedig az jó lenne, wellness nevelés szempontjából főleg. Még mindig arra. Baza, jó bírod. De ez mi ez? Ez most mi történt ezzel? Meglőttem, semmi hatás. Jó bírja a gyerek. Szóval nagyon bírom, hogy semmi nincs náluk. Kaktusz. Na ugye itt van ez a lyuk. Megnézzük. Nem vett észre senki. Jó, lemegyek. Hoppa, a izéket, a fákjákat mindenképpen ugye összeszedem. Ha más nem is. Nem tudom egyébként mit lehet még találni. Ugye egy darab... Ezért ezt kivertem innen már. Vasat. Kicsit hangosítok magamnak a játékon, mert... Nagyon halk, és nem veszem észre, hogyha jön valaki. Ebből a scrapet lehet kinyelni, de sok értelme nincs. Oké... Okay. Ó, ez rendes tárna, aha! Ez rendes tárna, nagyon jó. Nem hiszem el! Ez őszintén, ez mi volt? Ben volt egy gasztűzhely, hülye vagy? Ez mi gomba? Kődarab. Hálózsák, nem érdekel. Ez mi? Az meg. Ez még élt. Nézd, ajtókirincs, ez hány ember nézi el izének, almacsutkának? Jó, ez bazze! Ez honnan gyűjt elő, hallod? Kinyitottam a ládát, mi volt benne egyébként? Milyen balta, vagy mi volt ez? Az mi volt? Uter, maradjál, more! Pofádat!
fogtad be. Az dobott egy hátast. Semmi, bassz, semmi, soha nincs náluk. De hogyha szonnan szalajtották, azt nem tudom. És mi volt nála? Mi volt? Ez valami, valami erekje, hallod? Valamilyen erekje, tazasz kő volt, nem tudom mi a rák. Valami, valami erekje dolog. Ebben nincs valami? Nincs. Igazából ennyi volt az egész, úgyhogy sok értelme nem volt. Volt benne egy-két gomba, meg ilyesmi. Szerintem húzzunk. Húzzunk is minél gyorsabb. Ott egy gyertya. Ennyi volt. Ja, ott is egy gyertya. Ennyi volt a... Meg a cseppköveket gondolom lehet verni, tudjátok, azon akármilyen ilyen speckó anyag. De minket az most nem nagyon érdekel. Bocsánatot kérek, de ez van. Jó, megyünk a falu fele, várjátok? Tájékozódjunk. Ez valamerre, én azt mondom, hogy erre láttam. És akkor mehetünk is. Útközben gyűjtögetés, majd köveket is, ugye azokat is. Más azt mostanában nagyon nem kell. Fa meg kő meg... agyag. Meg sok lyukka. És ezért kell lootolnunk ma. Épületet kell, sok cuccot összeszednünk. Ott van a... Oh, ott a város. Jó van, gyerekek. Jó van. Aki nyer itt. Menjünk az úton, könnyebb észrevenni őket. Ezeket a kis kaktuszokat mindig benézem. Azt hiszem nekik, hogy mi a túró? Táska, vagy hátizsák, vagy mi ez? Jó, ide beskubizunk, jó? Jó, ez a sok ízét lyukkát nem bírom itt hagyni. Ezt meg szépen, szisztematikusan kipucolom ezt a várost. Ez azt jelenti, hogy... Az érdekesebb cuccokat szedjük összefele. Ilyen nyilvesszőre szerintem szükségem lesz. Mi hiányzik? Fa, nincs fa hozzá. Baszd meg. Harmincöt nyilvessző, nem sok. Jó van, oké. Örülök neki, hogy megjöttél. Legalább kibontod nekem. Addig én idekint kutatgatok. Igazából leginkább egy dologtól félek, a kutyáktól ebbe a játékba. Majd a keeper megissza a vizecskét. Aha. Ez az a baj, hogy ezek mind izék. Melegítő cuccok, nem kellenek. És annyi bazze? Az kemény az a gyerek. Gyere! Yeah.
Nem, szintet léptem, de... Ott is egy hülye valamit csinálna, jó, nézzük. Az sokan vannak itt, azt hiszem sokan lesznek gyerekek. Én hatba húzom. Jó, jó az a baseball üző, vagy mi ez, faze. Kicsit parás a helyzet, de... Nem lesz ez egyszerű, úgy látom így. Kaja. Üres üveg. Még annak is örülök, elmondom neked. Víz? Jaj, de jó. Jaj, de jó. Üres üvegek. Ezek nagyon jók. Kell ez nekem. Itt se hülye. Elkezdte ütni a jövőt a bódé oldalát. Pihenjél le. Gyerekek, ez ilyen. Ma izé lesz lootolási dolog. Ja, meg számíthatok basszus airdropra, és ezt el is felejtettem. Sehol, ha semmi gyerekek, se orvosi szekrény. Vascső. Az érdekes, hogy most már így rakja le várjatok. Gomba megy a levesbe. Nézzük, hogy mi nem kell, ezt megeszem. Ezt is szétszedem. Meg ezt is szétszedem. És akkor egy helyre fog menni. Jó, oké. Okay. Nincs emelete ennek a szarnak? Na, annyira nem fontos, hogy legyen. De hát lehet, hogy nincs is elég lapos tetejűek. Na jó, megyünk a következőbe. Ezt akkor itt tovább. Jó, gyűjtögetéssel is ugye szintet lépünk szépen. Biztos, hogy vannak köcsögök. Eléggé nem sok minden van ezekben az épületekben. Ó, gyerekek! Elég hullott a felhozata. Megtanultuk a bőrsapkát. Kabát, ez mit ad? Plusz 30 fok! Vagy Fahrenheit, vagy mi a fasz volt ez, hát ez... Meg akarunk sülni, akkor az jó nekünk. Nem tudom, hogy össze... Ki tudom, hogy utolni az összes ilyen... részt. Hoppa. Elvileg vascső lesz ebből. Igen, ez kelleni fog. Jó, mehetünk tovább. Nézzük meg, milyen épületek vannak itt még, gyerekek. Ez mind ugyanaz a jellegű típusú épület?
Úgy látom. Nem, hát, hogyha valami érdekes más jellegű épület is van, ahol más dolgok vannak, de nem látok semmi olyasmit. Amúgy már kezdünk telleni, úgyhogy lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy húzás vissza, benzinkút. Első két ház kiutolva, és akkor még ugye lesz időnk másra is, nem várjátok. Ez nyitva van. Ez kell nekem. Hát ez lófasz. Júj. Ó, egy debil egy állat ez. Sapi, nem kell, valószínűleg nem túl jó, várjatok. Így szeretett nyomunkra. Jó, oké. Megyek vissza, mert igazából csak elcseszem a napomat. Amit kaptam, várjál, ez cowboy kalap. És ezt akarom megnézni, hogy most a szalma kalap. Az is mínusz 10-es, úgyhogy tök mindegy. Jó, akkor ez egy szétszedés lesz. Mondjuk, hát... Fölveszük és akkor ezt meg szétszedem. Jó. Megyünk vissza. Építkezzünk tovább. Én azt megjelölöm magamnak. Útközben, hogyha követ találok, akkor azt ki kell utolnom. Jukka hegyek. Ebből rengeteg kell. És meg is csináljuk akkor az ültetvényem, mert meg van szerve néhány famagom is. Az is jó lesz. Azzal is ki leszek segítve. Megnézzük, mi van a ah, ott a kő. Jó. Oké, még van helyünk is. Várjátok egy pillanat. 6 pontom van. Gyorsabban tudjam kinyerni az alapanyagokat, ez nekem fontos. És ott van valami két torony. És nem a gyűrűk ura. Megnézzük, felmegyek a tetőre. Megsosolom, hogy mi a szitu. Megcsináljuk a belső bázist. Elkezdem csinálni a bunkeremnek. Jó lesz, ez jó lesz. Nem hiszem, a zombi horda figyelde, jön erre. Szerintem még nem vettek észre, úgyhogy jobb is, ha nem vesznek észre. Kitérünk az útjukból. Iszonyat mennyiségű lyukka. Nem is emlékszem, hogy ennyire sok lett volna eddig. Fú, te. Jó, megyünk fel a tetőre, jó? De először egy kis inventory ellenőrzés, hogy mi az, ami nekünk annyira nem kell. Hát, ezt a négy zsetonnal ezzel nem fogok megváltani a világot.
Meg ez se kell egyelőre. Ez nekem mennyire jó, vagy mennyire nem, azt nem tudom. És ez se nagyon érdekel. Jó, megyünk a tetőre fel. Feltétlenül. Sehol egy köcsög? Hú, csoda. Jó, ami kell nekem, ez. Szerintem ez jó. A pót, ez. Ez, grillrács. A benyő az, fomag az kell, júj. Ezt szétszedem. Hát ezek is kellenének, kell itt minden, jó lesz. Jó, 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 nem gond. Igazából, ha nem viszek el mindent, az se baj. Ez is menjen. Jó. Most ami így kapásból kell nekem, az szerintem ennyi. Futóri, jó. Kicsit melegünk van, nem baj? Mehetünk hazafelé. Ja, ez csak egyszerű így. Oké. Okay. Meg is, el is, le, valószínűleg el fogom kezdeni akkor a kertemet. Horribilis mennyiségű nyukka és... Áh, de mennyi! Ez nem tudom, ez egy kicsit túlzásnak érzem már. Már csitesnek érzem, hogy ennyire durva sok van. Hoppá! Hoppá, oda dobta le. Ott van az airdroppunk. Nem tudom, hogy jelöli a térkép. Lehet, hogy nem. Nem állítottam semmit, default, nem tudom, jelöli vagy nem. De nagyon messze dobta, úgyhogy nem is érdekel. Ott rohagy meg. Nem megyek el érte. Ez hódziher. Oké, okay. Na, akkor annyit kellene, hogy kipakolok. Amik így most kapásból nem kell, ennek szén az nem kell. Ez se kell, ez se kell, ez se kell. Ja, ez igen, a magok. Magot el akartam ültetni mindenképp. Ez nem tudom, ez nem kell. Lyukka, Jó, ez se kell. Oké, okay. Magot el kell ültetnem, majd ide kellene egy kertet létrehoznom. Viszont, mennyi kövem van? Nem túl sok. Mindenképpen kellene... Macskakő. Meg kellene nekem fa. És akkor ide csinálnék magamnak egy kertecskét. Szóval nem kell, gyakorlatilag nem kell földet hoznom. Ezt szétszedjük. Ja, és a fát akartam elültetni mindenki. A fa az meg menjen mondjuk mögé, jó? Menjen ide hátra. A fű az újra nő? Nem emlékszem. Na jó, srácok, elbúcsúzom. Akkor a következő részben az lesz, hogy kertképítés, faültetés, ilyesmi. Fagyűjtés, meg mindenféle egyszerre. Na, szavaztok!